Fergeteges volt a hangulat a Szent Pál Marista általános iskola udvarán. Cigányzene szólt a hangfalakból, és vidám, önfeledten táncoló gyerekeket láthattunk, amerre csak a szem ellátott. Az iskolában ugyanis komoly hangsúlyt fektetnek a cigány tradíciók fenntartására. Az egy hétig tartó cigány hét zárásaként pedig a cigánytánc alapjaival ismerkedhettek meg a diákok. A cigány hétnek a végére értünk, ma péntek van, én is felelős vagyok a cigány hétért. A mai napon paprikás tésztát főztünk, ami a cigányoknál az egyik hagyományétel. Anyukám is itt volt, segített benne, és itt a konyhások. A gyerekekkel itt táncoktatást tartottunk, a cigánytáncok az alaplépéseit mutattam be nekik. Amelyik gyerek csatlakozni szeretett volna és bemutatná a tehetségét, ők ugye külön bemutatták ezt. Vadász Brigitta hozzátette, hogy az iskolában kedden és csütörtökön tart táncórát a gyerekeknek. A harmadik és negyedik osztályosok pedig nagyon szeretik az órákat. Nagy lelkesedéssel jönnek minden alkalomra. Átlag 12 fő jár az órákra, de bőven lenne több jelentkező is. Helyhiány miatt csak ennyien tudnak jönni, de ezen mindenképpen szeretne változtatni az iskola. Vadász Brigitta elmondta, hogy a cigánytánc gyors, pattogós és nagyon különleges. Ez annyiban különbözik, mint a többi tánc, hogy ezt nehéz nagyon megtanulni, mert erre ugye születni kell. Ugye ez vele születik, ugye a cigánysággal. De azért az alapokat meg lehet tanítani a gyerekeknek, de nagyon sok tehetséges gyerek van köztünk. A gyerekek tehát tartalmas és szórakoztató programokon vehettek részt a cigány hét keretein belül. Az intézmény várhatóan a jövő évben is megszervezi az eseményt.